A szakértők szerint hamarosan szembesülnünk kell a drágulással, és több lépcsős áremelkedés várható. A takarmány alapanyagok ára megugrott az utóbbi hónapokban. A drágulás akár 15-20%-kal is emelheti a hús, a tej, a tojás termelési önköltségét. Megmondom őszintén, most ilyen heti, kéthetes árakkal dolgozunk. Megpróbálunk mindig mérsékelten emelni az árakon. A beszállított alapanyag ára dönti el mindig a vásárlói árakat, de nem tudunk számolni. Nem tudunk számolni, kicsi léptékekkel emelünk, tehát azért mondom, hogy igazodunk mindig a felvásárlási árakhoz. Vannak, amikor már nekünk is muszáj emelni, mert nem tudjuk tartani azokat az árakat, amik az előző héthez képest voltak. De ilyen kéthetes vallomban. Tehát nem is tudunk tervezni, hogy jövő héten esetleg emelkedni fog, vagy marad ennyi a húsára. Most kiszámíthatatlan. A legnagyobb mértékben a csirkehús ára nőhet. A takarmány drágulását azzal magyarázzák, hogy a kínálat intenzív bővülése szinte megállt, ám a kereslet világszerte nő. Az árak mérséklődésére hosszabb távon sem lehet számítani, legfeljebb az év végén lehet kisebb korrekció. Azért most így az elmúlt hetek és hónapok azért azt igazolták, hogy annyira nem volt drasztikus, tehát mérsékelten, fokozatosan emeltek, mint ahogyan mi is követtük azt, hogy csak fokozatosan. Igen, még most megpróbáltuk 2000 forint alatt tartani a húsárakat, de valószínű, hogy ezt előbb-utóbb át fogjuk majd lépni. Nem tudjuk, hogy mire számíthatunk, csak várjuk. A fogyasztóknak hamarosan szembesülniük kell a drágulással, mert a mostanában piacra kerülő árut már drágább takarmánnyal állították elő a termelők. Még nem nyilatkoznak, ugye nem látják még a termést, vagy éppen hogy milyen hozamok várhatók, de a bekerülési költség, és ugye őnékik is számolni kell, és mindent hozzá kell nekik adni. Meglátjuk majd, hogy a féltőkesertés ára is, hogy ahhoz, hogy fog viszonyulni. És nyilvánvaló, hogy amikor már bontottá válik, és mi is mérjük, hogy na hány százalékot tudunk, mert muszáj rajta emelni, mert kénytelenek vagyunk. A mezőgazdasági termelés világszintű növekedése mellé egyre erőteljesebben zárkózik föl a kereslet. A népesség növekedésével együtt világszerte nő a városi lakosság aránya, és ezzel együtt az élelmiszerpazarlás is, miközben a növényi termékek egyre nagyobb hányadát az ipar használja fel. A magyar mezőgazdaság élt már át hasonló nehézségeket, hiszen az uniós csatlakozás is megkövetelte az alkalmazkodást, de ma már az egész világpiacra, főképp a kínai igényekre kell figyelniük az állattartóknak. A Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy a takarmányárak szinte lehetetlen helyzetbe hozták a gazdákat. A sertéstartóknál valószínűsít lemorzsolódást, mivel náluk a legmagasabb azok aránya, akik nem megfelelő színvonalon termelnek. A magyar állattenyésztők jelentős része ugyanakkor nemzetközi szinten is versenyképes, és a további fejlesztések segíthetnek abban, hogy sikeresek maradjanak.